A Solvo laboratóriumán belül ez a kis rész az, amit a projekt keretében sikerült kialakítanunk. Itt megtalálhatók olyan korszerű általános laboratórium eszközök, mint például elektronikus pipetták, manuális pipetták, ezeket általánosan használják minden sejtes laborban. Ennek a projektnek, illetve ezeknek az eszéknek a fejlesztése rendkívül nagy műszerigényű, rendkívül drága műszerek, tömegspektrométerek, centrifugák, sterilfülkék, különböző PCR-ek kerültek megvásárlásra. A lényeg az volt, hogy olyan új gyógyszerek metabolizmusára vonatkozó rendszerek kerüljenek kidolgozásra, amiből azután a Solvo egy nemzetközi porondra tud lépni, és nagyobb bevételt tud összehozni. A végső cél az mindig az, hogy a gyógyszerfejlesztés az hatékonyabb legyen. Kevesebb pénzbe kerüljön, kevesebb ideig tartson, egy adott gyógyszer hamarabb kerüljön a piacra, és minél biztonságosabb legyen. A Szegedi Tudományegyetem ehhez szolgáltatta azokat az alapkutatási eredményeket, amelyekben különféle őssejtekből májsejteket próbáltunk előállítani. Ehhez kellett első körben egy olyan laboratóriumot kialakítani, egy GMP laboratóriumot, amelyben biztonságos körülmények között lehettek ezeket a sejteket izolálni, illetve egy ehhez kapcsolódó fázis egy vizsgálóhely, amelyben elsőként ezeket a zsírszövetből izolált sejteket be tudtuk juttatni a betegnek, a betegségnek a gyógyítására. A projekt során a fontosabb beszerzések közé tartozott ez a két qPCR készüléknek a beszerzése. Ezek is a legmodernebb technológiát képviselik, és a segítségükkel képesek vagyunk a metabolizáló enzimeknek a mennyiségét meghatározni a sejtekben. A szakemberek olyan fekélyes betegségeket kezeltek a kidolgozott új módszer és sejtterápia segítségével, melyek évek óta már-már gyógyíthatatlannak tűntek. A korábbi módszerekkel nem, vagy nagyon lassan sikerült eredményeket elérni. Az eredményeink nagyon biztatóak, a betegek nagyon jó ütemben és szépen gyógyultak. Általában olyan betegeket kezeltünk, akik sok éve makacsfekélyekkel szenvednek, és ezek betegek közül nagyon sok gyakorlatilag begyógyult fekéllyel hagyta el a klinikai vizsgálatot és az egyetemet. Ennek a projektnek számunkra az egyik legnagyobb hozadéka az, hogy egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a Szegedi Tudományegyetemmel, és ez megalapozta további együttműködéseket is. Például van most már futó KinoPlus projektünk. Szerintem ez egy elég hosszú távú, megalapozott kutatóhely lesz, ami rengeteg lehetőséget tartalmaz, beleértve természetesen azt is, hogy újabb indikációkban menjünk tovább. A fantáziánk szab csak határt annak, hogy milyen következő betegséggel indulhatunk.